Üdvözlöm a kedves nézőket, Fejős Ádám vagyok. Valamivel izgalmasabb arcát mutatja időjárásunk a mai napon, mint az elmúlt egy-két napban. Egy hatalmas kiterjedésű hullámzó frontrendszer található egyelőre tőlünk északnyugatra. Tőlünk délre pedig anticiklon helyezkedik el. A kettő közötti állapotban egy úgynevezett meleg nedves szállító szalag alakul ki, tehát ma még fronthatás nem érvényesül, viszont a front közelettével egyre valószínűbb, hogy tornyosuló gomoly felhők tarkítják a Kárpát-medence égboltját, melyekből záporok, zivatarok egyelőre csak elszórtan, majd később a délutáni órákban nagyobb számban alakulnak ki. A legkisebb eséllyel heves zivatarok északnyugaton, illetve a szlovén területeken várhatók. Ezzel együtt a székelyföldi tájak is inkább majd az esti órákban válhatnak csapadékossá. Ezzel együtt napközben az ország, Magyarország legnagyobb részében a gomoly felhőkből egy-egy kisebb zápor gyakorlatilag bárhol előfordulhat. A Duna vonalától keletre a nap második felében akár hevesebb zivatarok is megjelenhet. Általában mérsékelt marad a légmozgás, viszont a zivatarok környezetében akár egy-egy viharos erejű széllökést sem kizárt. A hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, nem kizárt egyébként az sem, hogy a hevesebb zivatarokat akár szélrohamok mellett jégeső is kíséri, úgyhogy mindenképpen kövessék a figyelmeztető, illetve riasztó rendszert. Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján pénteken átvonul majd egy hidegfront, ekkor is több felé, ismételten leszámítva az északnyugati országrészt, előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok, aztán szombaton, vasárnap egyre keletebbre tolódik a csapadék, és meg is szűnik. Szép napos idő várható 30 fok közeli csúcsértékekkel, és nyugodt légköri helyzettel, úgyhogy mindenképpen használják ezt ki, akár strandolással, akár bármilyen szabadtéri programmal, hiszen hétfőig tart a felmelegedés, ekkor egy újabb hidegfront érkezik, és körülbelül 5 fokkal mérsékli a nappali felmelegedést. Felhőtlen időtöltést kívánok Önöknek. Viszontlátásra!